Varga domokos, nincs szívem megverni a tettest. Kis dombinak fájt a füle. Már az este vinyogott, hogy fáj, fáj, reggel meg hányta vetette magát kínyában az ágyon. Iskolába nem küldhettük persze, de mi legyen bele? Anyja nénikéje, aki kismagdús szokta pásztorolni a napközben, mostanában nem jöhet, szívizomgyulladása van, egy barátomhoz hordom a kislányt. De mi legyen kis dombival? Hát maradjon itthon egyedül. Én mondtam ki a nagy szót, mert ilyen még nem történt, hogy egy gyereket egész nap magára hagyjunk a lakásban, nem volt soha ennyi bizalmunk hozzájuk. De hát Dombi mégse Andris, nem annyira féktelen. Elég nagy fiú is már, épp holnap tölti be a hetedik évét. Meg lesz ő szépen egyedül. Anya jól bedunsztolt a fülét, elláttuk a szükséges szülői intelmekkel, ennivalóval, búcsúcsókkal, Most mentünk a dolgunk után. De én megőrülök, ha valami baja lesz, mondta anyja elmenőben, hogy már csak én halljam. Ezzel is tudatván, hogy eleve engem tart felelősnek mindent bekövetkezhető veszedelemért. Legyintettem. Örök vita eszköztünk, mekkora önállóságot lehet adni a gyerekeknek. Mindig én vagyok a lázadó fél, aki kész még azt is reszkírozni, hogy ne bajuk essék. És anyja, ez zokon veszi, félti őket, úgy érzi, az életükkel játszom. Hogy attól a perctől fogva, mi történt a lakásban, azt már soha se fogjuk egész pontosan megtudni. Egy biztos, mikor délután hazatértem, kisdombi úgy feküdt az ágyában, mint a mi sem történt volna. Nézett rám ártatlan nagy kék szemekkel. Én is néztem rá, és közben szipákoltam. De furcsa szag van itt. Nem erős, de kellemetlen savanykás fűszag. Te meg mit égettél? Mit gyújtogattál? Semmit, vágta rá és nélkül. De látszott azért az arcán, hogy váratlanul érte a kérdés nézek körül, gyönyörű rend mindenütt. mintha egész nap ki sem mozdult volna az ágyból. Csak a kályha körül a padló, az furcsán foltos. Megnézem jobban, nedves. Mit öntöttél te itt ki? Szemice, mondja az izgalomtól kis aztán gyorsan hozzáteszi. A lavor ki. Na, ekkorára én már a cserépkája hátulját vizslatom. A kájha háttalált a soroknak, mögötte háromszögletű üres zug van, ahova épp hogy be lehet nyúlni kézzel. Nyáron oda dobáltuk be mindig a fölösleges papírokat, hogy legyen majd mivel begyújtani télen. A kája tetejéig, jó embermagasságig csupa papír volt, most nincs ott egy darab se. Csak lent a padlón látni néhány maréknyi, teljesen elégett, vízben szétázott fekete pernyét. Ez meg mi? Veszem elő a legzordabb hangom. Magától meggyulladt, feleli is dombi. De olyan meggyőzően, hogy egy pillanatig arra gondolok, csak nem fűtött be reggel, tudtam nélkül anyja. Október elsője van, és nincs kint kánikula. De a kájha teljesen hideg. Most már csak ugyan kezdek indulatba jönni. Nekem ne hantálj össze-vissza, mi történt itt? Kis dombi ez alatt papucsot húzott, ott áll mellettem kék, flanel Ő még mindig nem vesztette el hidegvérét. Tudod, apja, kezdi magyarázni körülményesen, én így feküdtem a díványon, le is fekszik hanyat, fejjel a kája felé, mely alig egy lépésnyire áll onnan, és így leesztek a gyufák, és azok meggyújtották. A gyufák az illusztrált magyarázat szerint a feje fölül estek le. Most már értem. Szerzett egy doboz gyufát, de honnan a csutából, és úrimgót hederészve a díványon szállanként gyújtotta meg, és dobálta hátra, mint őseink haigálták hátuk mögé Szent Gallenben a lerágott csontokat. közben már kotrom kifelé a kájha mögül félkézzel a mocskot. Hát ez, fél söpűnyél, meg egy szétment szék darabjai, mind jócskán elszenesedve. Mekkora tűz lehetett itt? Most igazán csak azt tart vissza a tetlegességtől, hogy csupakorom a kezem, de ordított, mint egy oroszlán. Mit csináltál, te nyomorult? Felgyújthattad volna a házat? Nézem a kisdíványt, az is meg van pörkölődve. Ha ez tüzet fog, a benne levő tömés olyan lánggal kezd el lobogni egy perc alatt, hogy minden felgyújt körös körül. Kisdombi, olvas a gondolatomban. Azt én gyorsan elhúztam. De még ki sem mondja, elcsuklik a hangja, és jóformán, minden átmenet nélkül vált át, harsányzokogásba. zokogásba. Engem ez sajnos nem hat meg. Ismerem már ők elmét, hogyan igyekszik tudatos, elszánt előrebőgéssel elhárítani kitörő dühömet, ha tett. Csönd! Üvöltök rá, de eszébe sincs a bajdni. Egy fél pillanatra akad csak el a lélegzete. Ez a fél pillanat is elég azonban, hogy meghalljam. Zörget valaki odakint. Ő is meghalotta. Zörögnek, mondja tiszta, érthető hangon, és már ordít is tovább artikuláltanul. Hadd hallja csak meg ad is, aki idejött, hogy micsoda gyerekzsigerelés folyik itt. De mikor meglátja ki az, elsápad és elhallgat. Pázmányné az az emeletről. Kérem, tudja, mi történt itt ma reggel? kérdi. A következőket meséli el. Reggel nyolc, fél kilenc körül, vagyis nem sokkal azután, hogy mi elmentünk hazúról, észrevette, hogy vastag füst száll felfelé kint az ablakuk előtt. Oda kinyitotta az egyik ablakszárnyat, kihajolt, Hát a mi lakásunkból dült kifelé, sűrűn, gomolyogva, mintha már minden égne odabent. Róant le a lépcsőn rögtön, nyomkodta a csengőt, nem tudta, hogy már fél évesüket, aztán zörgetni kezdett, de nem jött ki senki. Egyre erősebben zörgetett, újra meg újra, de hiába. Csak valami gyereknyűszítést hallott odabentről, mintha több gyerek is nyőszörögne. Istenem, ezek ott égnek, ott fulladnak, ha nem is kellődj gyorsan behatolnia a házban, ahol egyébként 56 utolján költöztünk át a szomszédos Pipiske utcából, csak négy család lakik, de ilyenkor sehol sincsenek otthon. Ő az egyetlen felnőtt. Mit csináljon? Kiront az utcára, ott kezdett el kiabálni. Tűz van, tűz van! Szerencsére épp akkor jött a fogastól néhány férfi, mindjárt beszaladtak vele együtt, készen arra, hogy betörjék az ajtónkat. De mire odaértek, a lakás nyitva volt. Bementek, először nem láttak az égvilágon semmit. Lélegzen is alig bírtak a füsttől, aztán felgyújtották a villanyt, és félig látva, félig tapogatózva kutatták át a lakást. Sehol egy teremtett lélek. Csak füst és bűz és szennyi és lucsok, de a tűz már nem égett, csak egy halom vízben úszó, kormos papírcafat eregette vastagon az orfacsaló füstfelegeket. Néhány lavorral még ők is rálocsantottak, aztán mentek kifelé. Az ajtót csak behajtották, nem csapták be ők se. Fél óra múlva aztán ő megint lejött, még akkor se talált senkit a lakásban. A papírhalmaz még füstölgött, de látni már jól lehetett. Csak rettentő büdös volt. Mikor először bejöttek, az egyik férfi különben úgy látta, hogy egy gyerek szaladt felfelé a lépcsőn a padlás irányába de akkor annyira siettek be a lakásba, nem törődött vele, kijövet meg már hiába nézegettek felfelé, nem láttak ott senkit. Mert kiszaladtam az udvarra a ház mögé, kotyant közbe, diadalmas képpel kisdombi, aki úgy látszik sejti, hogy nem bírok már igazán haragudni rá. És hát, amíg tudná, hogy nem is a megbocsátás, hanem az apai büszkeség mozdult meg a szívem mélyén. Hogy íme, itt ez a hét éves kölyök, első iskolás, és mikor olyan tűz támad, hogy a mennyezetig csapnak a lángok, ő a füsttől fulladozva se el egy pillanatra se a fejét. Elhúzza a díványt, kinyitja az ablakokat, s nyűszítve, nyöszörögve, de hordja a vizet lavorra fürdőszobából, önti ki amíg el nem folytja a vészt. Haja, hogy jönnek, erre kiszökik, de később visszajön, kihordja a szemétbe az éget papírokat, felszedi rongyal a padlóról a vizet, visszatolja a díványt, rendet rak, aztán lefekszik újra, jámbor, fülfájós betegnek, mint a reggel óta is így heverne hanyat. Most mit csináljak vele? Most mit csináljak vele? Pázmány közben már megy el, kikísérem, a tisztesség kedvéért még szörnyűködöm is neki, aztán köszönök, kezét csókolom, becsukom az ajtót, indulok vissza a szobába. Tudom, hogy kisdombi ott áll, kétség és remény között várja, mi lesz vele. Benyitok. Nem bújsz rögtön az ágyba? Kiáltok rá, tettetett -tett haraggal. Rohadt kölyök, ilyet csinálni! Boldogan bújik a papvan alá. Szidom még egy kicsit, rémizgetem, micsoda nagy baj lehetett volna. Aztán megkérdezem: Nem éhes És hozok neki egy jó karakaré vajas kenyeret.